Olaj- és akrilfestmények, színrajzok, érmek és kis plasztikák is láthatók a Városi Galériában és a Pál Gyula teremben. A 70+7 című kiállításon, amelyen Székhelyi Edit és Balogh Géza munkáiból nyílt közös tárlat. Mindkét művész szó szerint ezer szállal kötődik Nyíregyháza képzőművészeti életéhez, mivel mindketten tanítottak a Besenyei György tanárképző főiskolán, később pedig fontos szerepet játszottak a művészeti szakgimnázium megalapításában, ahol számos tanítványt indítottak el a pályán. Azt gondolom, hogy a tanítványaik révén is, meg egyébként is, akik már nagyon hosszú évtizede vannak a kortárs magyar művészetben benne, Nyíregyháza meghatározó művészei. Nyilván az ember azért is támogatja a művészetet, illetve azért támogatja az önkormányzat a művészetet, mert minden kornak megvannak a sajátosságai. És ezt azt valljuk, és ezt én magánemberként is nagyon komolyan gondolom, hogyha közgyűjteményekbe nem kerülnek be az adott kornak az alkotásai, akkor a jövő az sokkal szegényebb lesz. A két részleges életmű kiállítás kurátora Fekete József a Városi Galériában a két művész festményeiből mutatott be tematikus válogatást. A galéria földszinti tereiben Székhelyi Edit munkáival találkozhat a közönség. A fenti két nagy lényes képem az vászonra készült, az tiszta olajtechnika. Később elkezdtem kísérletezni azzal, hogy visszakaparjam, kollást lett dekollás, tehát a visszatépjem, aztán samottal dolgozom, itt egy pár kórházképen lehet ezt látni, és ennek sokkal jobban megfelel a keményebb anyag. Tehát ahogy megdolgozom, a vászon az megnyúlik, és akkor utána ugye ennek is megvan a módja, hogy újra feszesebbé teszi az ember, és megszerettem meg a keret nélküliséget is, és ahogy látja a négyzetek, az nekem, erről is beszéltünk már, az nekem egyfajta biztonság, egyfajta állandóság, egy metafizikus rend, hogy ilyen nagy szavakat, nagyon szeretem a nézetet. Én amúgy is az egyensúlyt, a harmóniát azt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Az esemény másik főszereplője Balogh Géza festő és szobrászművész. Betegség miatt nem tudott részt venni a megnyitón. Óriási bizalmat kaptunk a lányai és én, hogy mi válogassuk ki a munkáit. Nyilván, hogy igyekeztünk a legjellemzőbbeket, legerősebbeket, de hát ő neki nagyon erős az anyaga. Véleményem szerint a rajzok és a plasztikák a Pál Gyula teremben azok nagyon-nagyon magas értéket képviselnek. Tehát megbízott bennünk, ránk bízta. Fekete Józsi Jofó nagyon sokat segített. A kiállítás egyik érdekessége, hogy bár a két művész a civil életben egy párt alkot, alkotói világuk inkább kiegészíti egymást, mint sem hasonlítana egymásra. A tárlatot Verebes György, Munkácsi díjas festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője nyitotta meg. Itt egy irodalmi párhuzamot lehetne hozni. Ugye az irodalmároknak könnyű dolga van, mert van dráma, epika, líra. És itt nagyjából lehet tudni, hogy mik a jellemvonások, milyen kritériumok szerint épül föl. Nos, hogyha ezt megpróbáljuk ráhelyezni erre a kiállításra, és ez egy túlzó hasonlat lesz, akkor azt mondom, hogy nem meglepő módon Székhelyi Editnek a munkái azok a lírát képviselik. Tehát a költészetnek a ritmusát hozzák be a vizuális világunkba. Balogh Gézának a munkái pedig a drámát jelenítik meg, annak minden kincsével, ami a drámának az átéléséből fakad. Ez pedig már a Pál Gyula terem, ahol Balogh Géza Ecce Homo című nagyméretű színrajzsorozata mellett a művész kis plasztikái, érmei és festményei láthatók. A témával bővebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk. A 70+7 című kiállítás szeptember 21-ig tekinthető meg a Városi Galériában, valamint a Pál Gyula teremben.